Múlt héten napirend előtti felszólalásomban szóvá tettem már ezeket, amiket önnek akkor elmondtam. És akkor államtitkár úr egy elég furcsa választ adott, mivel hogy néhány nappal ezelőtt kijelentette, hogy 6 év alatt megfeleződött az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban a hátrányos helyzetű gyermekeknek a száma. Én sokat gondolkodtam a hétvégén, hogy hogyan nem látják önök, attól függetlenül, hogy tudom, hogy miért mondják azt nap, mint nap, mert nem mondhatják azt, hogy Magyarországon van gyermekszegénység, hogy hogyan nem látják, nap, mint nap szembesülnek azzal, hogy mi a helyzet a gyermekszegénység ügyében. De hétvégén én azt gondolom, hogy nagyon sokan választ kaptunk erre, és megdöbbentő választ kaptunk erre. 2014. 12. hó 15-én Rogán Antal az alábbiakat mondta: urizálni csak uri gyerekek tudnak. Én paraszt gyerek vagyok, annak születtem. Erre hétvégén azzal szembesültünk, hogy a propagandaminiszter, a Fidesz-KDNP kormány propagandaminisztere helikopterrel érkezik Budapestről a családjával Szabolcs megyébe. Helikopterrel. Úgy, hogy Szabolcs megyét összeköti egy autópálya Budapesttel. És ami még megdöbbentőbb volt, hogy amikor ez kiderült, elkezdett fenyegetőzni, majd azt mondta, hogy ő a gyerekeit nem akarta annak kitenni, hogy éjszaka utazzanak. Államtitkár úr, ma vannak családok, ahol gyerekek éhesen fekszenek le. A 7 év alatti gyermekek ma Magyarországon a 42,2%-a szegénységben nő fel. És tudja, megértettem a hétvégén, hogy önök miért nem tudják ezt. Fogalmuk nincs róla, mert azzal vannak elfoglalva, hogy rendezvényre helikopterrel menjenek, Gucci táskával jelenjenek meg, és az adófizetők pénzét szórják nap mint nap. Erre várnám a válaszát, államtitkár úr. Rétvári Bence államtitkár úr válaszol, tessék. Köszönöm szépen a szót, teljes mértékben ugyan eltért a leadottól, de engedje meg, hogy így is válaszoljak mind a két kérdésre, az írásban adottra és a szóbelire is. Szerintük úgy fog csökkenni Magyarországon a szegényeknek a száma, ha több ember tud dolgozni. Ha több ember keres annyit, és az állam nem adóztatja agyon, amiből ő a családját el tudja tartani. Ezért léptünk a munkahelyteremtésnek az útjára. Önök is beszéltek róla, csak éppen eredményeket nem értek el, hogy segélyhelyett munkát kell adni az embereknek. Mi kb. 500 000-val tudtuk növelni a foglalkoztatottaknak a számát. 500 000-val több ember tudja most eltartani a családját, mint korábban. Akinek gyermeke van, és mondjuk iskolába jár, az pedig most már ingyenesen számíthat alsó tagozatban a tankönyvcsomagra, és ez felmenő rendszerben az egész iskolában így lesz, és jóval többszörösét, 2,5-szer ennyit költünk gyermekétkeztetésre, mint önök. Ez a szegénységből kivezető útnak egy nagyon fontos garanciája. A munkahely, a családi adózás, amelyik ott hagyja a családnál a jövedelmet, és utána pedig akár az iskoláztatási, akár az étkeztetési költségeknek az átvállása, a családtámogatásból való átemelése. Ennek akár az Eurostat által évről évre publikált adatokban is van eredménye. Ön éhezésről beszélt. Hány embernek jelent problémát az, hogy húsételt fogyasszon legalább 2 naponta? Erre az önök kormányzásának a végén az emberek 33%-a, 3.268.000 ember mondta azt, az Eurostat adatai szerint, hogy ez problémát jelent. Most ez a tavalyi felmérés alapján 2.293.000 ember csak. 975.000-re csökkent ezeknek az embereknek a száma, akiknek ez problémát jelent az étkeztetésben, de mondhatnám a lakás megfelelő fűtésének a hiányát, az is most már 450.000-re kevesebb családban jelent problémát. Ezek az intézkedések azok, amelyek hathatósan tudják elősegíteni azt, hogy senki ne szembesüljön akkor a szegénységnek a kockázata, hogyha ha munkát vállal, és van is lehetősége munkát vállalni. Szerintünk ez a szegénységből kivezető út, a munkavállalás és az alacsony adó. Köszönöm szépen!